Jelenleg a szombathelyi börtön vendégszeretetét élvezi az extrém élő videóról ismert Lakatos Brandon. A férfi életveszélyt okozó testi sértés miatt üli több mint 7 éves büntetését. Lakatos Brandon exkluzív interjút adott a Riasztásnak, amelyben még rajongóinak is üzent. I come up! Gyere, csoró! Nagy felháborodást váltott ki ez az internetet bejárt felvétel, ahol egy férfi élőadásban tartott cigit 18 hónapos unokahúga szájához. A botrányhős Lakatos Brandon így vált ismerté. Gyerekeim! Mondják, hogy szegénység van! Erre tanítottam! Tegyenek egy kis dogedlit, mert ideges! A Riasztásnak vállalt, hogy beszél bűncselekményeiről és a hírhet cigisztetős videóról is. A koronavírus járvány miatt nem látogathatóak a hazai börtönök, ezért a férfival internet kapcsolat segítségével készítettük el az interjút. Természetesen a járványügyi szabályokat betartották a BV intézetben is és a szerkesztőségünkben is. Lakatos Brandon jelenleg egy 2015-ben elkövetett bűncselekmény miatt üli 7 év 6 hónapos büntetését. Mit csinálja? Feszítsék be? Miről lesz a téma? Mondja már meg főnök, már izgal. Brandon vagyok, a király. Bent a belvárosban, hát egy keleti szórakozóhelyen, és egy emberölés kísérletnek indult, de végén egy életveszélyt okozott esélytés lett belőle. De mi volt a szituáció? Hogy történt? Az volt a szituáció, bementem a szórakozóhelyre szórakozni igazság szerint, és cigányok megtámadtak. Kivettem a kést, mert sokan jöttek rám, ma akartam őket ijeszteni. Hát nem sikerült, ahogy birkóztunk, belestem, de én nem szúrtam le senkit. De mi volt a probléma? Miért kötöttek magával? Hát egy ittos embernek én nem látok a fejébe, hogy miért köt belém. Sok volt rajtam az arany, sok pénz volt nálam. Szerintem ez motivált őket arra, hogy kössenek belém. Mennyi pénz volt magánál, emlékszik arra? Nem sok, 3-4 millió. Aha. Miből élt? Mivel foglalkozott kint, hogy ennyi pénz van? Minden videóban mutogatta a pénzt, még a papucsába is dugdosott belőle. Milyen pénzt? Hát azt a játékpénzt, amit mindig mutogatott a 20 ezres kötegek. Akkor játékpénz volt az egész. Na, de miből élt? Mesélje már a frankót. Közmunkából elműs voltam kint. Milyen? Elműs voltam, közmunkából éltem. Aha. 2013-tól 2015-ig Porici Jancsi volt a nevem. 2015-től 2017-ig rájöttek, hogy becsületes cigány gyövőzőt, azóta vagyok János Vitéz. Nem szúrtam le senkit. Ha úgy birkóztunk, úgy esett be a késbe. A férfi 2007-ben már ült 2 évet testi sértés miatt. Láthatóan jól érzi magát a börtönben is. Milyen a börtön? A felügyelők tisztelettudók, állománytagok tisztelettudók. Rabokkal sincs úgy probléma, ez egy uniós börtön, itt a szombathelyi BV intézet, itt tartózkodott jelenleg. Tisztaság van, ápoltság van, jelent fegyelem, tisztaság. A cigisztetős videóról továbbra is azt állítja, hogy nem tette a kislány szájába a cigarettát. Én azért nem kaptam egyáltalán semmit, az emberek összekeverték a friss levegőt a húzattal, azért, mert ez én már eleve háziőrizetben voltam akkor, amikor ez történt. Én ebből a késelésből voltam háziőrizetben. Na most a kislány beleült az ölembe, az új perecemmel lefogtam a cigit, a szájához tettem. Ki nem viccelt ilyennel? Csak a sok ember, azt nem értem, ezt egyet mai napig nem értem, hogy akkor a felháborodás keltetted az egész. De máskor viszont meg azt írják, hogy a romákat már akkor meg kellett volna ölni, mikor megszülettek. Most nem tudom, hogy a Pablo Escobar oldalán állnak az emberek, vagy a Hitler oldalán. Ezt nem tudom eldönteni. És hogy jött ez, hogy YouTube videókat készítsen? Az úgy jött, hogy egy véletlenszerűségből megjelent az applikáció 2015-ben. És igazság szerint én nem azért tettem fel ezt a live közvetítés, vagy videó, vagy nem tudom már minek hívják, nem is emlékszem rá. Házőrizetben voltam és unatkoztam. Unatkoztam és bekapcsoltam ezt a live adást. Elkezdtem beszélgetni, esetleg volt 7 nézőm, 10 nézőm, utána volt 15 ezer nézőm, utána arra lettem figyelmes, hogy 500 ezer követőm van. Miért követik önt ennyien? Hát valakinek mikrofont és tolat adott az Isten nekem meg egy erős karaktert. Erős karakter? De miben erős?
Miben erős? A jellememben, a stílusomban, a kisugárzásomban, a megjelenésemben, meg a beszélőképességem határa csillagoseget is megütik. Én nem tudtam azt, nem gondoltam arra, hogy ebből majd később népszerű leszek, vagy bármi. Melyik Gino? Hallod? És nem ölöd abba azt a szart, amit iszol? Lukat fúnak a fejedbe, amit te fűnek nevezed. Brandon a videóiban gyakran fenyegetőzött. Nem magad üresbe, mert hallod? Kötesznek Quick Fence, az hazáig foglak szivatni. Tóld el a biciklit. Voltak konfliktusaim is, de volt olyan, hogy hülyéskedtünk egymással. Tudják, hogy én vagyok a Károly boss. A Károly? Persze. Sokan kérdezték, hogy egyébként azok a láncok a nyakában az mind igazi volt? Azok a láncok, azok igaziak voltak? Az mind trombita rész volt, az egész kamu volt, minden kamu volt. Arany, nem arany, kamu. Miből arany, arany? Csorok cigányérek vagyok, miből lett volna arany? Hát aranynak nézett ki. Na. Aranynak nézett ki? Aranynak nézett ki. De nem az volt. Nem az volt. A pénz is játék pénz volt. Csak egy baj van, hogy olyan jól megcsinálták, hogy most is itt van a letétben, és nem kopik le 4 éve már. Nagy tervei vannak. Igazság szerint szabadulok, felülök az első gépre, úgy elhagyom Magyarországot, ahogy illik. Miért? Mit csinálják itthon? Megyek Marokkóban, menom a marokkói stílusomban. Hát nézze már meg! Megetetlen pénzzel, fiam! Gyere, csóró! Megetetlen pénzzel, te kutya! A férfi valódi neve egyébként Lőrinc Falvi Gusztáv. Hát hogy jött ez a lakatos Brandon név egyébként? Hát ez a lakatos Brandon név úgy jött, hogy a valójában nekem Brandon a nevem, és bárhova teszem a kezem, ott pénztelem. Úgy jött, hogy volt egy Facebook, akkor nem is tudtam, hogy mi az a Facebook igazán, nem is foglalkoztam vele. Lakatos Brandon volt kiírva, feltettem egy képet. Azóta lakatos Brandon vagyok, mindegyik börtönbe. Itt bent is úgy hívják magát, hogy lakatos Igen. Brandon, meg hogy Brandon? Aha. Igen. Kimondják a nevemet, azt tudják ki. Azt mondják, hogy Brandon, már tudják, hova kell jönni. Vállalja minden szavát? Minden szavat vállal, minden tettemet. A szám egyenesen most a börtönbe hányas? Nem nulla vagyok, a 10-es. Nem nulla, a 10-es? Nem, 10-es. Aha. És az árnyékában felnőtt valaki már ott a rácsok mögött? Már hogy értve? Hát ezt mondta ön, valakinek üzent a videóba, hogy mindig az árnyéka marad, és nem nő fel az árnyékába. Hát van egy pár ember, akkor számegyélesen nulla marad, sose fog meg ellettem megerősödni, mindig az árnyékon marad. Van egy pár, ez igaz. Ott is maradtak, ahol voltak. De vannak a ragadozók, a növényevők, a hangya szar, a hangya húgy, és az alatt, akik vannak. Ön hol tart? Én hol tartok? Egy ragadozó. Kaliber töltök be. Egy ragadozó kaliber. Én azt mondom, aki kint kemény csávó, az bent is kemény csávó legyen. Aki kint Károly boss, az bent is Károly boss legyen. Ön beszerette volna vezetni a köztudatba ezeket a szállóigéket, amiket ön mondott? Hát amit a videókban mondtam, azok be is mentik a köztudatba. Idézik önt? Mint egy nagy költőt akár? Hát elveszett benne a költő meg a rádió, igen. Költő meg egy rádió? Egy költő meg egy rádió. Aha, az érdekes párosítás. Üzenek a rajongóimnak, akik kedvelnek engem, meg szeretnek engemet, azt üzenem, hogy ne csüggedjenek, erősek legyenek. Bejöttem térre összegyűjteni a fát, hogy legyen nyára mit tüzelni. Nem soká érkezek, és mindenkinek a feleségét tisztelete kivétel el fogom vinni. Igen, ez szép üzenet volt. Lakatos Brandon, ahogyan hallották, ha jól viselkedik a rácsok mögött, akár jövőre szabadulhat a börtönből. Köszi a interjút! Hello! Hello!